28-án kedden köszöntöm nézőinket. A legfrissebb hírek összefoglalója mellett ma a következő témákkal foglalkozunk részletesen. Rövidesen vendégünk lesz dr. Cserép Attila, a város rendőrkapitánya, aki beszámol önöknek az előző évekhez képest meglehetősen eseménytelen ünnepek rendőri feladatairól. Emellett beszélgetünk majd a rendőrkapitányság és a Városi Balesetmegelőzési Bizottság elmúlt évi eredményeiről és idei terveiről is. Stúdiónkba várjuk de Blasio Antóniót, az Egészséges Városért Alapítvány titkárát is, akit egy újságíróknak kiírt pályázat részleteiről faggatunk. Szeptembertől francia nyelvi képzés indul a Lővei Klára gimnáziumban. Itt lesz velünk a stúdióban az intézmény igazgatója, aki a részletekről tájékoztatja nézőinket. Észrevételeikkel, kérdéseikkel hívhatják üzenetrögzítős zöld számunkat, tudják 0682-10834-es, de az adás ideje alatt az 510-008 és az 510-009-es telefonszámon is várjuk véleményüket. Amint azt már a bevezetőben is említettem, meglehetősen eseménytelen volt a rendőrség szempontjából az elmúlt év vége. Dr. Cserép Attila, a Pécsváros rendőrkapitánya stúdiónk vendége, jó estét kívánok! Ezt ilyen könnyű mondani kívülállóként, de hát azért ez magától nem történik, ezért jócskán tettek is, hogy így legyen. Mikortól voltak fokozott készültségben? Igen, épp ezt igazítottam volna erre, hogy nem eseménytelen volt. Rendkívül sok eseményünk volt olyan szempontból, hogy nagyon sok munkát fetszeltünk bele, nagyon sok akciózást, nyomozói szolgálatot, figyelőszolgálatot, abba, hogy rendkívüli események ne következzenek be, minimalizáljuk a nagy forgalmú helyeken a bevásárlók sérelmére elkövetett bűncselekményeket. És persze, ami még egy nagyon fontos dolog, hogy ugye ilyenkor nagy pénz mozgás zajlik a városban, különböző pénzintézetek, pénzszállító járművek, ezekre is oda kellett figyelnünk. Úgyhogy hát hadd mondjam, hogy bronzvasárnaptól, tehát attól a hétvégétől, hét közepétől, már szombaton is, megindítottuk azt a akciót, aminek keretében átlagosan naponta 30 körüli kollega csak azzal volt kirendelve a közterületekre, üzletközpontokhoz, hogy figyeljék az eseményeket, figyelembe kísérjék a zsebesek megjelenését, gyakorlatilag elriasszák, és hát meg kell mondanom, hogy elriasztották, vagy hogy helyel közel sikerült. Nagyon nehéz dolog zsebtolvaj tetten érni, néha sikerül, de most azért az ünnepek előtt inkább a prevenció volt az eredményünk. Hát a december hónap bűnügyi krónikája erről is tanúskodik. Azért biztos vannak olyan jellemző bűncselekmények, amik nem csak az ünnepekre jellemzők, hanem úgy egyáltalán. Sokszor beszéltünk a zseblopásokról még annak idején, és a gépkocsi feltörésekről, aminek ugye sokszor volt az az apropója, hogy hiába mondtuk el únos, untalan, számtalanszor, mindig ott hagyták a táskát, az autós táskát, az értékesnek tűnő tárgyakat. Ilyen volt most is? Természetesen. Ezt most negatív értelemben hadd használjam ezt a szót, hogy természetesen egyszerűen enélkül valahogy nem tudnak eltenni a hetek. Ami egy, hát azt mondanám, hogy idei évre jellemző dolog volt, a hátizsák, a mobiltelefonok eltűnése hátizsákból, kabát külső zsebből. Volt olyan bejelentésünk, ahol kabát belső zsebből loptak el mobiltelefont, amit aztán végképp nagyon nehéz földolgozni. Hát egy tömött buszon nem olyan elképzelhetetlen. Igen, tömött buszon nem. De hát szóval ezek a hátizsákok, amelyekben ott lógnak a mobiltelefonnak, éppen csak ki kell emelni. Azért a decembernek volt egy másik sikeres akciója is, ami már csak a különlegessége és a nehézsége okán is említésre méltó. Utcai rablásnak hívjuk ezeket? Én nem biztos, hogy pontosan tudom ezeket a terminusokat. Igen, hát már novemberben beindult egy olyan sorozatunk, amikor is táskakitépés történt, nyílt utcán, volt, amikor világos nap, volt, amikor este, és a város legkülönbözőbb pontjain, főleg idősebb korosztályúak kezéből kitépték. Na most általában ez
lopás, nem rablás, mert az esetek egy részében egyszerűen az történt, hogy kikapta elkövető a néni vagy a bácsi kezéből a táskát és elszaladt. Viszont aztán december második felére történtek olyanok is, amikor hát a tulajdonos nagyon erősen ragaszkodott a tulajdonához, és itt erőszakra került sor. Földre került, egy sérülésünk is volt, egy hölgynek három helyen eltört a lába. Ezek már egyértelműen rablás büntetőjogi kategóriáját kimerítik. Nagyon idegesek voltunk miatt, minden lehetséges, hagyományos bűnügyi módszert megpróbáltunk, hogy kézre kerítsük a tetteseket, hát hadd tájékoztassam és nyugtassam meg Pécs lakosságát, hogy összességében 4 fő van előzetes letartóztatásban a fogdánkon. Első körben a messzesi területen és az Uránvárosban dolgozó 2 fős csapatot sikerült lefülelnünk, majd a december, tehát karácsony előtti héten történt eset kapcsán a városközpontba garázdálkodó 2 bűnelkövető sikerült rendőrkézre keríteni, és ők előzetesben vannak. Kapitány úr, részleteiben egy későbbi alkalommal, de csak néhány szóban adna nekünk némi összegzést arról, hogy az elmúlt évekhez képest a 2001-es milyen volt a pécsi kapitányság szempontjából? Hát a pécsi kapitányság szempontjából, hadd ne mondjam, hanem inkább a lakosság szempontjából figyelmet érdemli a 2001-es esztendő. Ugyanis azokban a bűncselekmény kategóriákban van, hát azt szeretném mondani, hogy számottevő csökkenés, amelyek azért a közvéleményt irritálják. Mire gondolok? Lakásbetörés. Korábbi években ez olyan 500 fölött volt éves szinten, volt, amikor 700 fölött. Na hát azért 2001-es évet 360-valahány lakásbetöréssel zártuk. Természetes, ez is egy magas szám, de javuló tendencia, de hát azért ez 30-valahány százalékos csökkenés. 40% fölött csökkent, kérem, a gépkocsi lopások száma. Azért ez sem teljesen véletlen. Bizonyára sok pécsi lakos észlelte, hogy hát éjszakánként kint állnak a kollégák, és zárjuk a várost. Tehát a kifelé menő gépkocsikat szisztematikusan leállítjuk. Van, aki örömmel konstatálja, van, aki kevésbé. De milyen tervek de nézzük, vannak, tehát próbáljuk elejét. Ez a tendencia javuló legyen 2002-ben is. Vannak-e konkrét elképzelések már? Hát egy nagyon konkrét elképzelés csomaggal kezdjük az esztendőt. Ez nem annyira az előbb említett bűncselekmény kategóriákra vonatkozik, hanem a kapitányság belső életére. Szeretnénk létrehozni egy akciócsoportot. A elsődleges intézkedések bűnügyi reagálásunknak a hatékonyabb áttételére, gyorsítására, mert pontosan a táskakitépéses ügyek mutatták meg, meg egy-két lakásbetörés, hogy az nagyon nehézkes, amíg otthonról, lakásról a bűnügyi készenléti szolgálatot behozzuk, berántjuk a kollégákat, és bizony nagyon értékes fél órák telnek el, 3-4 órák. Tehát az az elképzelésünk, hogy egy erőátcsoportosítással egy olyan bűnügyi készenletet hozunk létre, ahol mindig lesz forró nyomos nyomozó, és olyan járőrpárosunk, aki a bűnügyi kutatószúrő munkát csinálja. Sajnos tényleg már csak egy mondatnyi időnk maradt, de semmiképpen nem szeretnék megfeledkezni róla. A bizonyos balesetmegelőzési bizottság nagyon aktívan tevékenykedett, elsősorban a kisgyerekek, de nyilván a felnőtt lakosság érdekében is. Ezt a munkát nyilván folytatják. Muszáj folytatnunk, ha egyszer azt szeretnénk, hogy az a tendencia is folytatódjon Pécset, hogy a súlyos kimenetelű balesetek csökkenjenek. Tehát ez egy olyan cél, amitől nem lehet egy jottányit se engedni. És szerencsére ezt kell mondjam, hogy a halálos és súlyos kimenetelű balesetek csökkentek, koccanások. A anyagi káros balesetek azok nem. Hát mindent szeretnénk annak érdekében megtenni, preventív módon, rendezvényekkel,
különböző akciókkal, hogy rászoktassuk a embereket. Önnek mi a személyes tapasztalata? Nevelhetők a pécsi polgárok? Hát vagy nehezen hagyják magukat? Elsősorban az ifjú korosztály, a gyermekek, a fiatalok, ők nagyon jól nevelhetők. Csináltunk rendezvényt, erről itt adtam egyébként hírt is, ilyen közbiztonsági sót. Na hát a diszonáns dolog, kérem, addig, amíg több mint 300 gyerek vett részt a só műsorán, és vetélkedett, és a közlekedés biztonsági kis dalunkat énekelték, hát addig a lakossági fórumra alig-alig néhányan jöttek el. Bízunk a fiatalokban. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Ülésezett ma az Önkormányzat Jogi Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága. Folyamatosan zajlik a parkolóbérletek ezévi hitelesítése. Úgy tűnik, nem okoztak jelentős károkat a pécsi szőlőkben, gyümölcsösökben a december végi fagyok. Részletes híreink következnek. Az idei esztendőben először ülésezett a Város Jogi Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága. A testület elsősorban támogatási kérelmek, valamint bérleti szerződések elbírálásáról tárgyalt. Elsőként a POFOSZ helység bérleti szerződésének meghosszabbítását vitatta meg a bizottság, és egyhangulag elfogadta azt. A Mecsek Táncegyüttes támogatási kérelméről is döntöttek. Az Egyesület Eszéki útjának utófinanszírozására 50 ezer forintot javasolt a bizottság. Ülésükön végül a civil szféra keretéből nyújtott támogatás felhasználásának módosítása iránti kérelmekről tárgyaltak. Január 1-től kormányzati lépésre megemelkedtek a rendszeres szociális segélyek és jövedelempótló támogatások összegei. Ez az emelés országos jellegű, tehát minden önkormányzatnál azonos. A központi és helyi kasszából származó segélyek és járadékok mértéke mindig a térségben élő rászorulók számával és ezzel összefüggésben a település nagyságával egyenesen arányos. Így fordulhat elő, hogy Mohácson a tavalyi évben 81 millió forint támogatást osztottak szét, míg Komlón ugyanez 270 millió forintra rúgott. Pécset sajnos lényegesen több rászoruló él, mint amennyiben összesen, így a városi és központi kasszából mintegy 750 millió forintot fordítottak segélyezésre 2001-ben. Gyakran előfordul, hogy a rászoruló nem tudja, milyen jellegű támogatásért folyamodhat. Az érintettek a megyeszékhelyeken, a területi szociális központoknál tájékozódhatnak. November 1-től új parkolási szabályozási rendszert vezettek be Pécs belvárosában. A jegyek megváltását korszerű automaták segítik, melyből több mint 110 darabot helyeztek el az utcákon. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján 2002. januárjától új változásokat léptettek életbe az üzemeltetők. Ennek értelmében parkolási engedély kiadható olyan leasingelt gépkocsira is, melynek üzemben tartója az érintett területen lakik. A parkolási tarifák nem változtak, és felhívják az engedéllyel rendelkező autósok figyelmét arra, hogy 2002-re csak a hologrammal ellátott igazolványok érvényesek, tehát az ezzel nem rendelkezők mielőbb pótolják, mivel a tavaly kibocsátott engedélyek ezt a jelzést még nem tartalmazzák. A nagy hideg több szőlősgazda számára okoz fejtörést, hogy vajon mennyire sínyli meg a szőlő a fagyos időszakot. A szakemberek azonban korainak tartják a fagykárokkal kapcsolatos előrejelzéseket, mivel állításuk szerint a rügyek még úgynevezett hibernált állapotban vannak, így azok sorsa nagyban függ az időjárás változástól. Amennyiben hirtelen felmelegedés várható, úgy valóban sérülhet a növény, de fokozatos enyhülés esetén nem károsul a szőlő. Az elmúlt évtizedek legalacsonyabb hőmérsékletét a Dél-Dunántúlon 1984 és 85 telén mérték, akkor -22,5 fokot mutattak a hőmérők, de idegszemcse határában -30 fokot is regisztráltak, minek hatására több helyütt ketté hasadtak a tőkék. Azzal kapcsolatosan, hogy az idei tél mennyire károsította a szőlőt, várhatóan 2 héten belül foglalnak állást a szakemberek, akik ezekben a napokban is folyamatosan vizsgálják a növényeket. Majd most.
2001 az olvasás éve volt. A közoktatási modernizációs alapítvány pályázatán a pécsi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola egy tanévre támogatást nyert egy előadássorozat elindítására. A Testvér Múzsák című rendezvénysorozat első vendége Tüskés Tibor volt, akinek azonos című könyve a sorozat névadója. Az előadásokon a szervezők pécsi alkotókat, művészeket szólaltatnak meg, de volt már példa arra is, hogy az érdeklődők a Klimó könyvtárba látogattak el. A sorozat legutóbbi rendezvénye a Művészbarátságok címet viselte. Ezen Szatyor Győző faszobrász művész és a diaporámáiról ismert Mánfai György meséltek munkáikról, barátságukról. Idei első edzését tartotta hétfőn a PEAC Stási kézilabda csapat a PTE tornacsarnokában. Ez alkalommal fizikális alapozó, erőllétjavító tréninget tartottak. Danyi Gábor, a csapat edzője elmondta, személyi változások nem történtek, új ember nem jött a csapathoz, nem is ment el senki. Szeretnének minél több edzőmeccset játszani, ezért január 16-án rendeznek Pécsett egy tornát, majd 23-án Nagyatádra utaznak, mindkét kupán egyaránt 4-4 csapat vesz majd részt. Terveik között szerepel az élen végezni, pontosabban megnyerni a bajnokságot, ahogy ezt tavaly is tették, azonban pénzhiány miatt nem tudtak elindulni az NB1-ben. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége idén ismét pályázatot hirdetett a hazai tömegkommunikációban dolgozók számára. A szervezet által alapított médiadíj elnyeréséért olyan anyagokkal lehet pályázni, amelyek a szövetség munkáját mutatják be és közvetítik annak akcióit. Az Egészség és Környezetfejlesztési Médiadíjra írott sajtó, televízió, rádió és fotó kategóriákban lehet idén is pályázni. Terjedelmi és technikai megkötöttség nélkül 2001. március 1-e és 2002. március 1-e között megjelent vagy elhangzott anyagokkal, tehát olyan írásokkal, riportokkal, műsorokkal, fotóriportokkal, amik tükrözik az Egészséges Városok program eszméit. Az idei akció megszervezésében az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének ismét segítőkezet nyújtott a Zöld Gondolat Lovagrend. Úgy gondoljuk, hogy a környezettudatosság, az egészséges környezet, az egészséges életmód egymáshoz nagyon közel áll. Azt gondoljuk, hogy a médiának és különösen a helyi médiumoknak rendkívül nagy szerepe van abban, hogy az egészséget ne keverjük össze az egészségüggyel, a környezetvédelmét a környezettudatossággal, és ez a pályázat ebben segíthet sokat. Tavaly, ha nem emlékszem pontos számra, de azt hiszem, hogy 200 pályázat érkezett. Jó néhány a mi témakörünkben is, a környezet és természetvédelem témakörében, az ország legkülönbözőbb pontjairól. Egyrészt jónak tartom azt, hogy sok a helyi médium benne. Jónak tartom azt, hogy Pécs egy jó kezdeményezés élére állhatott. És az is érdekes, hogy a feldolgozás módokban ez a pályázat arra sarkalta az újságírókat, hogy valóban hatásos elemekkel operáljanak és segítsék a mi tudatformáló munkánkat. Az elbírálás során előnyben részesülnek az Egészséges Városok mozgalom alapelveinek gyakorlati megvalósulását bemutató pályázatok. Sikeresek voltak a pályázaton azok a pályamunkák is, amelyek a problémákat tárták föl, inkább riasztóak, ijesztőek voltak. De hát a pályázatnak köszönhetően kaptunk jó néhány támogató média megjelenést, ami a pozitív programokat, a kezdeményezéseket mutatja be. Tapasztalat az is, hogy éppen az egészségkommunikáció területén a média elég mostohán bánik ezekkel a jó kezdeményezésekkel, szinte hirdetésnek, nem annyira hírértékűnek véli a nem botrányos dolgokat. Nagyon jó, nagyon izgalmas és nagyon sok embert érintő kezdeményezések ezek. A pályázat során ezek megjelentek. Külön kategóriában kerülnek elbírálásra az országos és a helyi, regionális médiában megjelent pályaművek. Mit kell tudnunk az elbíráló bizottságról, kik lesznek a tagjai, hogy fog történni az elbírálás? Az idei összetételt még pontosan nem tudom, de gondolom a felkérendő személyek köre az hasonló lesz, tekintélyes újságírók, kommunikációs szakemberek, PR szakemberek lesznek a zsűri tagjai. Idén hány pályázatra számítanak, milyen témájú pályázatokra? Én a magam részéről arra számítok, hogy az arányunkat, a környezeti kommunikációt megduplázzuk, tehát vagy nagyobb részesedést kapunk az összpályázati anyagból. Én mindenképp arra számítok, hogy legalább megduplázódik az összes pályázati anyag, legalább 50%-ra ebben bizakodom. Az összetételében, tematikájában
valami hasonló lesz. Most is vannak problémák, amiket fel kellene vetni, ezekért is hálásak vagyunk, és most is vannak jó akciók, amiket be lehet mutatni. Az Egészséges Városért Alapítvány titkára, de Blázió Antónió stúdiónk vendége. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Elég sok mindent megtudtunk már erről a pályázatról, de végig az motoszkált a fejemben, és szeretném, hogyha egy kicsit előjáróban erre adna nekünk választ, hogy miért kell külön egy szervezet az Egészséges Városokért elnevezéssel, hiszen magától értetődő, hogy minden városnak vannak különböző egészség, megőrző, preventív akciói, mozgalmai ahhoz, hogy a polgárai egészségesebben éljenek. Mielőtt abba belemennék, hogy minden városnak van ilyen szervezete, ami egyébként nem így van, mert sajnos nincs minden városnak ilyen szervezete. Én ezt csak feltételeztem. Hát igen, a Népegészségügyi Szolgálatnak, az ANTS-nek ez törvényi feladata, végzi is ezt a feladatát. De sajnos az önkormányzatok szintjén ez a fajta elkötelezettség nem igazán létezik ma Magyarországon mindenütt. Bizonyára vannak olyan városok, és találkozunk mi is olyannal, amely város nem tagja a mi szövetségünknek, és mégis magas szinten folyik ilyen tevékenység a városban, de többnyire azért kell egy olyan fajta, mondjam azt, lökés, egy kis segítség ahhoz a városoknak, hogy ezt a tevékenységet önkormányzati szinten elindítsák. Az, hogy kell-e ilyen szervezet, senki nem erőszakolta ki ezt a szervezetet. Ez a szervezet, ez egy olyan civil szervezet, egy olyan szövetség, amely a tagjainak az akaratából jött létre. 1988-ban indult Pécsről ugye ez az Egészséges Városok mozgalom Magyarországon. Egy laza hálózat volt, és a laza hálózati tevékenységben 10 város lett 92-re ennek a hálózatnak, ami egy laza együttműködés volt. És 92-ben ez a 10 város úgy döntött, hogy most már vegyük komolyan, komolyabban, egy olyan szervezetet hozzunk létre, ahol sokkal keményebb kötelezettségek vannak, hiszen azért egy civil szervezet, amikor megalakul egy jogilag bejegyzett szervezet, ott azért sokkal keményebb kötelezettségek vannak, és a városok saját akaratából történt ez így, mert úgy gondolták, hogy komolyabban tudják végezni ezt a munkát, hogyha egy ilyen szervezetet hoznak létre, és hát úgy gondolom, az sem mindegy, hogy ma 22 város tagja ennek a szervezetnek. Ez a 22 város azért úgy gondolom, hogy Magyarországon elég erős lobby, erőt tud kifejteni, lobby tevékenységet az egészség és a környezetfejlesztés tekintetében. A lobby tevékenység az önkormányzatok felé értendők, vagy a polgárok felé? Is. Nagyon jó a kapcsolatunk a különböző önkormányzati szövetségekkel. Ezeknek a szövetségeknek az ilyen jellegű tevékenységében, konferenciáin rendszeresen megjelenünk. Megpróbáljuk ezeknek a szövetségeknek az ilyen jellegű munkáját egy picit abba az irányba elmozdítani, ami hát nem mi találjuk ki, hanem ez egy egészségügyi világszervezeti mozgalom, most már mondhatom azt, hogy világmozgalom, világszerte több ezer város tagja az Egészséges Városok mozgalomnak, amely meghatározott feltételrendszerrel működik. Tehát igazából ez nem csupán egy a városok vagy az önkormányzatok által kitalált program, vagy az ő általuk meghatározott program, hanem az Egészségügyi Világszervezet szakmai keretein belül kell maradnunk, tehát megvannak azok a játékszabályok, amelynek a feltételrendszerében működik ez a szervezet. Azok számára kérem, hogy mondjon néhány példát, akik esetleg eddig még ennek a szervezetnek a munkájával vagy a tevékenységével nem találkoztak. Hogyan jelenik meg ez a gyakorlati életben? A gyakorlati életben például, hogy csak egy országos programot mondjak, a Nemzeti Környezetegészségügyi Akcióprogram, ami néhány éve készült el Magyarországon. Ennek a nemzeti programnak az önkormányzati munkarészét az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége gondozta és végezte el. Ez a szövetség elkészített egy olyan önkormányzati útmutatót, ami minden magyarországi településre eljutott, és ennek a WHO mozgalomnak a tapasztalataira építve próbáltunk tanácsot adni az önkormányzatok vezetőinek, szakembereinek abban, hogyha el akarják készíteni a helyi környezetegészségügyi akcióprogramjukat, akkor hogyan álljanak neki, mit csináljanak, hogyan próbáljanak helyi koalíciót létrehozni az egészség és a környezet érdekében. Érdekes volt az a kifejezés, amit az iménti riportban Ferling úr is használt, ez a bizonyos egészségkommunikáció. Gondolom valamilyen formája ennek ez a bizonyos pályázat is, amire természetesen a Pécs TV munkatársai is
részt vesznek. Ennek a beszélgetésnek is az a célja, hogy minél szélesebb körben ismertét tegye a felhívást. Persze kíváncsiak voltunk arra is, hogy a város médiumaiban mennyire ismert a kezdeményezés. Rövid körképünk következik most a teljesség igénye nélkül. Dr. Velkovics Vilmos a Magyar Televízió Pécsi Körzeti Stúdiója híradójában rovatvezető. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége kiírt egy média pályázatot. Tudtok-e a pályázatról? Fogtok esetleg pályázni? Hallottunk róla, természetesen eljutott a mi szerkesztőségünkbe is. Mi már eddig is foglalkoztunk ezzel a témával, amikor csak lehetett, mindig hírt adtunk például az autómentes napról, például a virágosításról, fásításról, kertészetről. Úgy érezzük, hogy ez fontos dolga a híradónak, hogy beszámoljon erről, és úgy gondoljuk, hogy nem csak a pályázat miatt, hanem amúgy is készítenénk ilyen anyagokat, ez egy jó alkalom, hogy még több készüljön. Más szempont nem jöhet számításba, mint az, hogy mi az, ami közérdeklődésre tart számot. Nyilván olyan területeket kell választani, amit sok embert érint, ahol megfordul sok ember, amerre járnak. Olyan témákat kell találni, amiben az egyszerű emberek is bele tudnak kapcsolódni, és próbálunk ilyen témát kutatni. A kollégáim egyébként már jelezték, hogy találtak ilyeneket, foglalkoztatja őket, dolgoznak rajta. Hogy fogtok pályázni? Regionális szinten, országosan, mit lehet erről tudni? Mivel mi regionális televízió vagyunk, Baranya-Somogy és Tolna megyébe adunk, mi mindenképpen regionális dolgokról szeretnénk bemutatni. Nem csak Pécsről van itt szó, hanem Szekszárdról, Kaposvárról, sőt a rengeteg kis településről is. Őket ugyanúgy érinti ez, még nem is városban laknak. Szebeni János Pécs egyik kereskedelmi rádiójának főszerkesztője. Megkaptuk a pályázati anyagot, és tiszteletre méltó pályázatnak tartjuk. Ennek ellenére nem veszünk benne részt, már csak azért sem, mert mi kereskedelmi rádió vagyunk, és nem akarjuk elenni a közszolgálatiaktól a kenyeret. Nem a mi oldalunk ez. Annak ellenére, hogy a magunk részéről részt veszünk már évek óta az Egészséges Városok programjaiban, és hogyha már azt is lehet mondani, egy kicsit példamutatással is, tudnénk nálunk, igen, visszaszorult a dohányzás az elmúlt években, sőt, elmondhatom, hogy a jelenlegi Juventus Pécsnél szinte senki nem dohányzik. Pécs legfiatalabb közszolgálati rádiójának vezetőjét, Füzes Jánost is megkérdeztük. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége kiírt egy média pályázatot. Ismerik ennek a feltételeit, megkapták-e a kiírást? Természetesen megkaptuk, és mint egy közszolgálati feladatokat ellátó non-profit 24 órán át szóló rádió, eleve ezt feladatunknak is tekintettük, mármint az egészség, illetve a környezetvédelemmel kapcsolatos teendőket. Már csak azért is, mert rádiónk 5 alappillére közül 2 éppen az egészség, illetve a környezetvédelem. Például a környezetvédelemre hetenként 5 órát szánunk, a Zöld Gömb című műsorunk. Talán az egyik legsikeresebbek közé tartozik, hiszen jó közönség kapcsolata van, gyakran telefonálnak be és tesznek ki fel kérdéseket, továbbá ajánlanak témákat, mert sajnos a városban e tekintetben van. És hadd tegyem hozzá, hogy ez a környezetvédelem, ez nem csak a tárgyiasult környezetre, hanem a szellemi környezetre is vonatkozik. Aztán az egészségvédelem, ahol orvosegyetem van, ahol egészségügyi főiskola van, és amíg a lakosság egészségi állapota olyan, amilyen, én azt gondolom, hogy egyetlen médium sem engedheti meg magának, hogy ne foglalkozzon. Hogy fogják kiválasztani azt az anyagot, amely majd a médiadíj pályázatra be fog kerülni? Hát nagyon nehéz, mert mi zömében, mint említettem, aktualitásokkal foglalkozunk, de sajnos az élet adja a lehetőségeket. Mi, ha választani kell, akkor én ennek erre azt mondom, hogy lehet, hogy jó példával fogunk pályázni, mert ezt keszik kevesebben. A negatívum mindig könnyebb, mint média hatás. Mi azt gondolom, hogy pozitív példával szeretnénk, mert szent meggyőződésem, és ez a rádió hitvallása is, hogy jó példával lehet mutatni, kritikára is természetesen szükség van, de azt gondolom, mert ez nagyon hiányzik, hogyha a polgárok, a városlakók jó példát látnak, akkor azt követni fogják. Csatlakozva nem csak ehhez a megszólalóhoz, Füzes János véleménye nagyon szimpatikus volt nekem, hanem még az előzőhöz, amikor az hangzott el ugye, hogy az egészséget nem kell összekeverni az egészségüggyel, és a környezetvédelmet a hivatalos környezetvédelmi szerveknek a programjával. Gyanítom, hogy itt azért nem csak ennek a pályázatnak, hanem a szervezet tevékenységének is az egyik legfőbb feladata a szemlélet változtatása. Igen, és azt kell, hogy mondjam, hogy az, ami elhangzott, az egészségkommunikáció, ez a szervezetünknek
egyik éves prioritása. A szervezetünk minden évben meghatározza a következő évre szóló legfőbb tennivalókat, és most már évek óta az egészség kommunikáció, tehát hogy próbáljuk meg azt az egészségfejlesztési tevékenységet, az egészséggel kapcsolatos információknak a kommunikációját fejleszteni Magyarországon, amit mi ezért tenni tudunk. Ennek keretében egy nagyon jó együttműködés alakult ki a Külkereskedelmi Főiskola PR szakos hallgatóival és a PR tanszékével, ahol pontosan erről tartunk kurzusokat, tehát részt veszünk a képzésben. A Budapesti Média Intézetben ott vagyunk, és ott is a PR szakos hallgatóknak képzésben részt veszünk, és a non-profit kommunikációról beszélünk, és ennek keretében tavaly elindult a Média díj pályázat, hiszen úgy gondoljuk, hogy mindazok, akik a médiumokban ezzel a kérdéssel foglalkoznak, nagyon sokszor halljuk azt, vagy olvashatjuk, hogy az állampolgárok egészségügyi helyzetéről beszélnek újságírók, ami nem tévesztendő össze az egészségi helyzetükkel, hiszen az egészségügyi helyzet az arról szól, hogy megfelelő az egészségügyi ellátásuk, míg az egészségügyi helyzetük pedig az egyéneknek az egészségi állapotát tükrözi, és ez az, ami ma Magyarországon nagyon rossz, és úgy gondoljuk, hogy ha ezt megpróbáljuk valahogy jobban kommunikálni, és ebben segít a médiumokat, akkor már nagyon sokat tudunk előrelépni. A nálunk jobb léti társadalmakban, és most szándékosan fogalmaztam így, az utóbbi, hát talán már több tíz éve divattá vált az egészséges életmód, a környezetvédelem, és ezt most nem negatív felhanggal mondom, hanem teljesen pozitív. Magyarországon figyelhető meg egy ilyen tendencia, mert sokan azt mondják, hogy majd, ha több pénzem lesz, akkor egészségesebben fogok táplálkozni, élni, többet sportolok, jobban figyelek a környezetemre. Ez tényleg csak pénzkérdés? Én azt hiszem, hogy kevés adattal rendelkezem, de hogyha megkérdeznénk néhány pécsi fitness szalonnak az üzemeltetőjét vagy működtetőjét, akkor biztos vagyok benne, hogy azt mondanák, hogy az indulás óta eltelt időszak az egy felfutási időszak volt. Biztos vagyok benne, hogy azt mondanák, hogy sokkal többen járnak esténként mozogni, és egy kicsit súlyzózni, vagy valamit tenni az egészségükért, a fizikai egészségükért. Hogyha elmegyünk a hullámfürdőbe, akkor láthatjuk, hogy azért elég sokan úsznak ott napközben, esténként, reggelente. Még mindig nem annyian, mint amennyien beférnének oda, hiszen abban a sávban nem csak 3-4 ember fél el, hanem ott sűrű sorokba is lehetne úszni, de én azt mondom, hogy legyünk optimisták, és elindult egy folyamat. Valószínűleg jelenleg még egyelőre a társadalomnak egy bizonyos rétegére jellemző az, hogy a fitness szalomba el tud járni. Természetesen ez a fajta társadalmi egyenlőség megteremtése ezen a téren is feladatunk, és talán ezért az önkormányzatok, visszatérve az elejére annak a beszélgetésnek, itt elkezdtünk, az önkormányzatok nagyon sokat tehetnek ezért, hiszen az önkormányzatok támogatási rendszerébe, hogyha nem csupán a megszokott szociális támogatások jelennek meg, hanem egy olyan fajta szociális támogatás, hogy az egészségért tudjon tenni az, aki szociálisan rászorul, és azt ne költhesse másra, akkor úgy gondolom, hogy nagyban tudna változni az emberek egészsége. A beszélgetésünk végén említsünk azért egy-két konkrétumot a pályázattal kapcsolatban, hiszen még azoknak is van idejük, akik eleddig nem foglalkoztak a témával, de ennek buzdulásán most fognak. Mikor lesz a határidő? Így van. Ebben az évben úgy írtuk ki a pályázatot, hogy visszamenőlegesen, egy évre visszamenőleg, tehát egészen a tavalyi év pályázatának lezárásáig, tehát tavaly február végétől és március elejétől elkészült ilyen jellegű anyagokkal lehet pályázni. Különböző kategóriák vannak, írott sajtó, televízió, rádió és fotó, és egészen március elejéig lehet pályázni, tehát február vége a beadási határidő. A honlapunkon is megtalálható ez az Egészséges Városok Szövetségének a honlapján, amely most hiába mondom, nem fogják tudni megjegyezni, de szerintem a képújságban szerepel ez a pályázati kiírás, én úgy tudom, és ott meg lehet nézni ennek a honlapnak a pontos címét, egyébként haahc.hu a honlapunk címe, tehát nagyon könnyű, ez az angol rövidítésnek a betűszava. És én úgy gondolom, hogy a tavalyi pályázóknak a számát idén biztosan felül fogjuk szárnyalni. Tavaly 22 anyag érkezett 15 városból, 15 településről. A miniszter úr adta át tavaly a díjakat, az egészségügyi miniszter. Én úgy tudom, hogy idén is erre rá tudjuk őt beszélni. Sőt, ha minden jó megy, akkor a környezetfejlesztési kategóriában a környezetvédelmi minisztert is be tudjuk vonni. Nagyon pozitívak voltak a tárcák, és én remélem, hogy minél több támogatója lesz az ügynek, mert
ahogy ez tavaly is volt, idén is a minisztériumoknak, a különböző szervezeteknek a sajtósai odafigyelnek erre a kérdésre és segítik a munkánkat. Láthatók, olvashatók, hallhatók majd később ezek az anyagok az országos médiumokban? Alapfeltétele annak, hogy az anyaggal pályázni lehessen az, hogy megjelent anyagokkal lehet csak pályázni. Tehát ezek már mindenhol, valahol megjelent újságban, tévében, rádióban lement anyagok lesznek. Én úgy gondolom, hogy eddig egyébként nem gondoltunk erre, de hogyha erre vevők lesznek a médiumok, hogy a nyerteseket újra bemutassuk, akkor mi ezt meg fogjuk próbálni és megtesszük. Lehet, hogy hasznos lenne. Köszönöm. Hogyha a PCV-be lehet, akkor hozzuk. Köszönöm szépen. Köszönöm a beszélgetést. A pécsi Lőveik Klára gimnázium ez év szeptemberétől 5 éves két tanítási nyelvű osztályt indít. A francia nyelv és kultúra megismerését francia lektor és párizsi tanulmányutak segítik. Az itt szerzett érettségi egyben nyelvvizsgát is ad majd az intézmény tanulóinak. A Lőveik Klára gimnáziumban már megszokott, hogy kiemelt szerephez jut az idegen nyelvek oktatása. Igaz ez a német nyelvre és a franciára is. Az iskola francia színjátszó csoportja igen szép eredményekkel büszkélkedhet. 2002. szeptemberétől az iskola két tannyelvű francia osztályt indít. Az 5 éves képzés első úgynevezett nulladik évében a tanulók heti 20 órában tanulják majd a nyelvet, hogy a későbbiekben ez ne okozzon problémát a matematika, az egyetemes történelem vagy a földrajz tanulásban. A lehetőség természetesen azoknak is szól, akik az általános iskolában nem tanultak franciául, hiszen a nulladik év őket is megfelelően felkészíti. A tagozatra matematikából és magyarból kell felvételizni. A tanulást francia lektor és párizsi tanulmányutak segítik majd, s a sikeres érettségi vizsga egyben nyelvvizsgát is ad. A gimnázium igazgatója dr. Szolcsányi Jánosné stúdiónk vendége. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A francia nyelvet eddig is oktatták az önök intézményében, akkor honnan most ez a fokozott igény, hogy még többet tanulhassanak a diákok? Hát valóban mély gyökerű a francia nyelv oktatása. A Lőveik Klára gimnáziumban volt francia tagozat is valamikor, és most is magas óraszámban tanítjuk a francia nyelvet. Nagyon jól megy a francia színjátszó csoportunk, úgyhogy talán ezért volt ez az alap ahhoz, hogy a franciák megkeressenek bennünket, és biztosanak arra, hogy indítsuk két tannyelvű magyar-francia osztályt. Természetesen ehhez a városnak a jóváhagyása is kellett, a képviselőtestületnek, ők a fenntartóink, és ők is támogatták ezt az indítványt, és így a következő tanévtől egy újabb osztályunk indulhat, magyar-francia két tannyelvű. Milyen speciális követelményeknek kell megfelelni egy gimnáziumnak ahhoz, hogy ezt vállalni tudja? Hát nagyon fontos az, hogy milyen a szakmai háttér, és ez nálunk megvan, nagyon jó francia tanáraik vannak, és ezek a francia tanárok azoknak a követői, akik régen is voltak, és nagyon jók voltak, és szükség van mindenképpen szakos tanárokra, és talán ezért jó, hogy ilyen mélyek a gyökerek, mert a régi tanítványok között fogunk találni fizikust, földrajzost, történelmest, matematikust, aki majd franciául tud tanítani, mert a francia két tannyelvű osztályokban magyar tanárok fognak tanítani franciául majd, amikor már franciául tanulják a tantárgyakat. A francia fél, a minisztérium ezt kéri, és ez nagyon jó, mert a magyar tanárok mindig jobban tudják, hogy mik a magyar követelmények, de hogy teljesen a kép, ezért francia lektorral segítenek bennünket. A tantárgyak hány százalékát tanulják egyébként a diákok francia nyelven? Hát tanulnak francia nyelv és irodalmat 6 órában, ez ugyanolyan, mint a magyar nyelv és irodalom, és ezen kívül még 3 tantárgyat kell tanulniuk franciául, ahhoz, hogy az érettség egyben nyelvvizsgás legyen. Mi úgy tervezzük, hogy a történelmet, a történelemnek az egyetemes részét, tehát a magyar történelmet magyarul tanulják, matematikát fognak franciául tanulni, és most még vívódunk, mert a földrajz és a fizika között mind a kettőt nagyon jól lehet franciául tanulni, majd meglátjuk ezt közösen, majd eldöntjük, hogy melyik lesz a harmadik tantárgy. Bizonyára vannak néhányan, akik tudják, de szerintem többen, akik nem, hogy miért 5 évig tart ez a speciális oktatási forma?
Ez igazából a két tannyelvű osztályok arra, azokra a gyerekekre épültek, hogy azokat várják, akik még nem tudják a nyelvet. Tehát itt a franciára is várjuk azokat a gyerekeket, akik egyáltalán nem tudnak franciául, tehát nem kell megjelni, nem feltétel, de én tudom, hogy lesznek majd olyanok, akik már tudnak, vagy nagyon tudnak, és őket is várjuk, mert az első év az igazából a francia nyelvnek az éve, tehát ebben az évben három csoportra osztjuk az osztályt, és ezért lehetnek különböző szintek, és heti 20 órában, mint ahogy már elhangzott, csak a nyelvet tanulják, úgyhogy év végére ez a nyelv már eszköz lesz, tehát ezt már tudják használni, ezzel már tudnak majd következő évben tantárgyakat tanulni, de természetesen év vége felé, már a második fél évben már tanulják a szakszavakat is, tehát a matematika, a történelem és a földrajz vagy a fizika szakszavait is tanulják. Úgyhogy várjuk azokat, akik ezt a nyelvet nagyon szeretik és elkötelezettek, akkor is, hogyha egyáltalában nem tudják, és akkor is várjuk őket, ha már tudják, mert egyforma szintre fogjuk őket hozni. Ez alatt az egy év alatt, amíg teljesen középpontban a francia lesz, azért a többi közismereti tárgyból van valami szinten tartás, vagy boldogan hazadőhetnek? Boldogan, hogy természetesen erről nem esett szó, de természetesen a közismereti tantárgyaknak pontosan ez van, szinten tartása van. Tehát nem megyünk tovább az elsős anyag fele, nem tanuljuk már a nyolcadikos anyagot. De szinten tartjuk, tehát matematika, magyar nyelv és irodalom, második idegen nyelv, informatika, ezek a tantárgyak biztos, hogy lesznek. Van önök előtt valamilyen példa az ország más részéből, ahol már folyik hasonló jellegű képzés? Amikor megkaptuk a lehetőséget, akkor először a Kodály gimnáziumhoz fordultuk, nekik nagy gyakorlatuk van, nem francia nyelvből, olaszból és spanyolból, és ők végigjárták a grádicsokat, hogy hogyan lehet ezt a legjobban csinálni. Tehát így az óraszámokat, magát a rendszert, a szisztémát, azt tudjuk, de most, mint a követek el fogunk menni, kétféle gimnáziumba megyünk, olyan helyre, ahol már nagyon régen megy, és nagyon jól megy, például a Pásztori gimnáziumba, és olyan helyre, ahol két évvel ezelőtt kezdték el, és akkor talán az ő problémáik, esetleg kudarcaik, vagy amit már láttak, hogy nem úgy kéne csinálni, vagy amit nagyon jól csináltak, azt átvesszük. Ez onnantól tart, hogy a bizonyítványt hogy kell megírni, tehát az administratív dolgoktól kezdve, a záradékokig, odáig, hogy bemegyünk órákra, és mindent összeszedünk, amit kell ehhez, ahhoz, hogy indíthassuk szeptemberben ezt a tagozatot. Az azért talán még manapság is elmondható, hogy a két legnépszerűbb nyelv, idegen nyelv, a német és az angol. Ön hogyan gondolja, hogy nagy lesz az érdeklődés, mekkora lesz az izgalom itt a francia nyelv szempontjából? Hát valóban ezt a két nyelvet választják a legtöbben a mi iskolánkban is, de mindig választanak franciát is, tehát most is 90-nél több gyerek tanulja a francia nyelvet, tehát vannak kezdés haladó csoportjaink. Ennél most biztos, hogy több lesz. Gondolom, ha végig gondolják a családok, a nyolcadikos gyerekek, mert hát ez szülő és gyerek döntés együttesen, akkor talán arra gondolnak, hogy nagyon fontos ez a nyelv, tehát ez eszköz lesz, tehát majd orvosok lesznek, közgazdászok, jogászok, de egy ilyen speciális területre, egy ilyen nagy országú, nagy kultúrájú országbanak a nyelvét tanulják meg, a halatlan lehetőségek vannak, és hát most annyira divatos az a közös Európa, de ez itt komolyan ők követek lesznek, és oda mehetnek dolgozni, és hát mindenképpen képviselhetik majd a saját területen ezt a nyelvet. Én nagyon fontosnak tartom, és nagyon jól gondolkoznak majd azok, akik ezt választják, mert mellette mi nem kötjük meg, tehát ők második nyelvként a németet vagy az angolt nyugodtan választhatják. Ha még bírják, de hát persze, igen, hogy bírják. Hát nagyon bírják, hogy ilyen. Végezetül még egy praktikus dolog, ami sokak számára azért vonzó lehet, hogy ugye itt az érettségi az egyben nyelvvizsgaként is funkcionál, mindjárt felsőfokúként? Igen, ebben van gyakorlatunk, a német nemzetiségi tagozaton is ez így működik. Az 5-ös, 4-es érettségi, az felsőfokú nyelvvizsgát ad, a 3-as, 2-es, hát 2-esről nincs is szó, az középfokú nyelvvizsgát. Hát együtt, ennyi idő után. Így van, tehát az arra, hosszú évek óta ilyen német nyelvvizsgázónk nem volt, úgyhogy gondolom a franciáknál is így lesz. És sokkal több annál, tehát egyszer egy nyelv, de egyszer egy életforma, tehát ők valóban sokat fognak utazni, valóban megismerik ennek az országnak a kultúráját, az építészetét, a művészetét, a légkörét, a harmóniáját, tehát én irigylem őket, és remélem, hogy
ami elindította az, hogy még egy lehetőséget, mert ma arról szól az iskola, hogy mennél többet adjunk a gyerekeknek, és ők éljenek ezzel, és az egész életen való tanulást elkezdik, és ők aztán majd haladnak tovább, hogy ezt a plusz lehetőséget majd kihasználják. Én egy gyakorlati dolgot szeretnék még mondani azoknak, akik most gondolkoznak azon, hogy hozzánk jelentkeznek, hogy van egy kódszám a gimnáziumnak, és a kódszám mellett van egy kisebb szám, tehát mondjuk az általános tantervű osztályoknak 0-1, a német nemzetiségek 0-2, az Arany Jánosok 0-3, és a francia 0-4-es kódszámot kapta. Ez még nem jelent meg sehol, és azért mondom, hogy ha jelentkeznek, akkor ezt kell beírni a jelentkezési lapra. Köszönjük szépen, 0-4, minél több jelentkezőt kívánunk önöknek, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen, én is a lehetőséget. Mai műsorunk végén pedig egy rendőrségi felhívás. Ismeretlen tettest keres a pécsi rendőrkapitányság. Egy József Attila utcai vegyesboltot raboltak ki január 7-én délután. A tettes az alkalmazottat egy fegyvernek látszó tárgyal fenyegette meg, majd a kasszában lévő készpénz átadására kényszerítette. Személy leírása körülbelül 185-190 cm magas, 28-30 év körüli, vékony testalkatú, fehérbőrű férfi, akinek sötét színű szeme és sötét szemöldöke van. Arca simára volt borotválva, ruházata fekete végig cipzáros kabátszerű kapucnis felső rész és fekete színű nadrág. Akik bármit tudnak az ismeretlen elkövetővel vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban, azok a következő telefonszámokon jelentkezhetnek. 311-666-os, ezen belül is a 1559-es vagy a 1264-es mellék, illetve az 504-411-es telefonszámon és természetesen a 107-es segélyhívón. Pont ma ennyi volt. Telefonszámaink a képernyőn láthatók, hívjanak minket, ha észrevételük van műsorainkkal kapcsolatban. Ne feledjék, a hírekről folyamatosan tájékoztatjuk önöket. A hírek hátterével pedig holnap este ugyanebben az időben jelentkezünk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!